Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 3-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártya csomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő tervei. Itt lesz egy találkozás és beszédek. A 10-es szám egy új kezdetre utal. Itt fontos most a kommunikáció. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Itt ez a kép mutatja az erőt. Vagy ő érzi a belső erejét, vagy gyenge, és kéri azt, hogy ti segítsetek, mert ti adtok erőt neki. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek. Itt ez a kártya mutatja a mozgást, ő közeledik felétek, nem jön üres kézzel, a kezében van ez az arany kehely, ami a víz elemét szimbolizálja, és az utal az érzelmekre. A napi kártya itt barátságokra utal, az lehet, hogy lesz egy új baráti kapcsolat, vagy kibővül valami, lesz itt is kommunikáció, de ez a kártya azt is jelentheti, hogy ő érzelmekkel közeledik, de ti tekintsétek ezt a kapcsolatot barátilag, így a napokban. Ne legyetek nyitottak az érzelmekre, vagy egy párkapcsolatra, mert előfordulhat, hogy ő visszahúzódik, fél a közelségtől, fél egy párkapcsolattól, akkor is, ha érzelmekkel jön. Legyetek diplomatikusak. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!